Sok szeretettel köszöntöm itt Kispesten a sajtó megjelent munkatársait. Azért tartunk ma sajtótájékoztatót, hogy kiálljunk amellett a több tízezer önkormányzati, illetve közszolgálati munkatárs mellett, akik már lassan 10 éve nem kaptak bérrendezést az elmúlt időszakban, nem foglalkozott velük a kormányzat. Ezért fordulhat itt elő Kispesten is az, hogy van olyan közszolgálati munkatárs, köztisztviselő, akinek ha az önkormányzat, a kerületi önkormányzat nem adna bérkiegészítést, béren kívüli juttatást, akkor bizony bruttó 120 ezer forint lenne 20 év, 25 év munkaviszony után a fizetése. Azt kérjük, felszólítjuk a kormányzatot, hogy haladéktalanul állapodjon meg az ágazati szakszervezetekkel, és rendezze a közszolgálatban dolgozó munkatársak bérét. Sanyi? Köszönöm szépen. Erre jövő után kiváló lehetősége lesz valamennyi frakciónak az országgyűlésben, hiszen annak érdekében, hogy a közszférában dolgozók fizetésemelését megoldjuk, valamennyi dolgozó fizetésemelését megoldjuk, beleértve az önkormányzati dolgozók fizetésemelését, ennek érdekében egy módosító indítványt nyújtottunk be. Azt követeljük valamennyi frakciótól, élén a kormánypárti frakciókkal, hogy ezt a módosító indítványt támogassák, és hosszú évek után végre rendeződhessen valamennyi közszférában dolgozók fizetése. Ez, mint elhangzott, méltánytalanul alacsony. Magyarország közszolgálatában dolgozók nem érdemlik meg azt a helyzetet, amiben a Fidesz kormány alatt kerültek. Hogy ennek az egész döntésnek mi a háttere, és a szakszervezetek milyen álláspontot képviselnek, hogyan ért ez össze a mi módosító indítványunkkal, erről Gúr Nándor alelnök úr fog beszélni. Parancsolj, Nándi! Köszönöm szépen! Nem véletlenszerű, hogy beadásra került ez a módosító, amelyről Burán Sándor frakcióvezető helyettesünk beszél. Egyszerűen azért történt ez meg, mert látjuk a világ alakulását, látjuk azt, hogy az elmúlt 8 esztendőben mi történik ezen kérdések kapcsán. Ha beletekintünk, akkor azzal szembesülünk, hogy az önkormányzatok szintjén nagyon sok ember, a többsége olyanképpen érintett, hogy semmilyen fajta fizetésemelésnek nem volt az alanya. 60%-a a közszolgálatban dolgozó embereknek semmilyen fajta fizetésemelésben nem részesült az elmúlt 8 esztendőben. Példátlan. Soha nem volt még a rendszerváltás pillanatától olyan ciklus, amely 4 éves időszakában vagy a köztisztviselői illetmény alap nem nőtt volna, vagy a fizetésemelések valamilyen értelemben ne következtek volna be. Nem véletlen, hogy a pályakezdő diplomások nagyon sokan garantált bérminimumon kezdik az életüket 107 ezer forint nettó pénzért. Nem véletlen, hogy pályaelhagyóvá válnak. Nem véletlen, hogy a vidék legkiváltképp a vidék önkormányzatai kiürülnek, vagy a kisvárosi önkormányzatok kiürülnek. De a közszolgálatban sincs ez másképp. Ott nem 10 000-ekről kell már beszélni, hanem mintegy 200 ezer emberről, akik ebben a 8 esztendőben a fizetés emeléstől távol voltak, tehát fizetés emelésben nem részesültek. Az sem véletlen, hogy a magyar közalkalmazottakat, köztisztviselőket és a közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezet ezért sztrájk sorozat megindítását helyezte kilátásba. Másik oldalról pedig a egyéb konfederációk a diplomás minimálbérnek a bevezetését is fontosnak tartják. Hát hogy a fenében ne tennék ezt, mikor azt látjuk, hogy a közszolgálatban, mondjuk a szociális szektorban dolgozó, 30-40 éve ott tevékenységet folytató emberek, azok bruttó 200 000 forintot sem elérő pénzért teszik mindezt. Ez a sajátossága, ezért fontos az a módosító javaslat, amiről az előbbiekben szó esett. De egy gondolat engedjék meg, hogy kitérjek a önkormányzatok és a közszolgáltatáson túlra a gazdasági szféra kérdéseire. Ott pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a kormány tette volna a dolgát, képes és hajlandó lett volna lemondani járulékos adóbevételekről, és ezt a munkáltatónál otthagyni, akkor ezek a pénzek béresülhettek volna, és akkor ma Magyarországon mondjuk 100 000 forint nettó összeget meghaladó minimálbér lenne, és akkor ma Magyarországon a tisztességes megélhetés minimumját képező fizetések lennének az emberek kezében. Nekünk ez a célunk, mi ezért fogunk dolgozni a kormányváltás követően is, azért, hogy Magyarország ne kiürüljön, hanem
minél többen arra vágyjanak, hogy hazajöjjenek és haza is jöhessenek ebbe az országba. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. Ha kérdésük van, persze állunk elébe. Köszönjük szépen.